A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégeim az idei év táncosa díj nyertesei, Vesz Szerencsi Noémi és Vesz Áron. Tisztelettel köszöntelek benneteket, szervusztok. Jó napot kívánunk. A mosoly fontos, a mosoly a legrövidebb út két ember között, a tánc pedig a legrövidebb út két lélek között. Talán ez a beszélgetésünk apropója. Gratulálok egyébként, a Vörösmarty Színházban vehettétek át a Táncvilágnapján ezt az elismerést, ami annál is fontosabb, mert hogy a tradícióknak megfelelően ezt az Alba Régia Tánc Együttes táncosai szavazzák meg. És én azt mondom, hogy az elismerésre érdemes tagokat mindig megkülönbözteti valaki. Leginkább az indítatás, mert én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan utat jártatok be immáron közösen, és amely mindannyiunk számára nagyon fontos. A fehérvári néptánckultúra, népzenei kultúra szerintem országszerte ismert, itt élünk a Mezőföld szívében, és ez nagyon fontos, 70 éve nekünk tulajdonképpen. No, hát akkor kezdjük talán az elején, hiszen veszprémiek vagytok. És az ritka dolog, hogy valaki úgy vált, hogy ilyen rövid idő után már megkapja ezt a méltó elismerést. Kezdjük azzal, hogy menjünk el a Hristo Botev német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolába. Hiszen valahol elindul egy pálya, elindul az indítatás, és hát azt hiszem, hogy ez egy különleges a tiétek, a ti pályátok. Kezdjük. Noémi? Hát a Botevbe Áron járt, a Veszprémi Botev iskolába. Én ugye Kenderesen kezdtem a pályafutásomat. Ha jól emlékszem, akkor 8-9 évesen iratkoztam be néptáncra az ottani művészeti iskolába, az egy telephelye volt a művészeti iskolának, és ott kezdtem el táncolni. Igazából egy lány csoport volt, és ezt a csoportot vette át Ruscsák Szász Andrea, ő vezette a néptánc együttest, és ott akkor az ő vezetése alatt virágzott ki ez az egész, és akkor úgy döntöttünk négy barátnőmmel, hogy mi a Fóti szakközépiskolába szeretnénk tovább menni, és a néptánccal szeretnénk foglalkozni. Mikor derült ki, hogy tehetséges vagy, és elhivatott? Ugye a tehetség és a szorgalom kézen fogva jár, a néptáncnál ez különösen fontos. Mikor döntötted el, hogy a későbbiekben is ez lesz a hivatásod? Ez azt hiszem, hogy 8. koromban párhuzamosan néptáncoltam és társas táncoltam is, és elmentünk egy ifjúsági szóló táncversenyre a barátnőmmel párban, és ott tovább jutottunk, és olyan neves zsűrik előtt volt lehetőségünk bemutatkozni, mint a Lévai Péter. És hát akkor éreztük azt, hogy mi többek vagyunk annál, hogy egy mezei kis csoportban táncoljunk, és hogy foglalkozzunk ezzel, így teljesen az életünk részévé váljon. Áron, nálad hogy indult ez a történet? Hát nekem kicsit egyszerű volt, mert engem úgy irattak be gyerekkoromban néptáncra, édesanyám. Családban nálunk nem táncolt úgy senki. Később a nagypapám kezdett el táncolni Balatonfüreden reformkori hagyományőrző csapatnál, és ő nagyon is támogatta, hogy én táncolok, és így úgymond együtt érzett velem, mert tudta, hogy miről van szó, hogy próbálni kell menni, stb. Látta, hogy kemény munka van benne, de visszatérve a kezdetekre, hát általános iskolába beírattak engem néptáncra, és először nem is akartam én ezzel úgy különösebben foglalatoskodni, mellette zenéltem is, és akkor szépen lassan megszerettem én is inkább a társaságot először, mint a táncot, és aztán kiderült, hogy mondjuk úgy tehetséges vagyok benne, és akkor mégiscsak ott maradtam a néptánc mellett, és egy időben el kellett dönteni, hogy most a zenével foglalkozok komolyabban, vagy a tánccal, és akkor én a táncot választottam, nem bántam meg, a zene is megmaradt azóta is,
És így volt, így kezdődött ez az egész dolog. Ez egy fontos pillanat, nyilvánvaló. Igen. És folyamatosan, nyilván a folyamatos fejlődés záloga a tehetségen túl az elkötelezettség is. Ez hogy alakult nálatok, hiszen egy idő után azért óhatatlanul eljön az a pillanat, amikor hivatást kell választani, és az elengedhetetlen, hogy valaki 100%-ig táncos legyen, ha nem hivatásként műveli. Hát szerintem ez nálam Fóton alakult ki. Tehát ott éreztem azt, hogy ez több annál, mint az, hogy hobbi szinten én táncolok és eljárok a délutáni próbákra. Tehát ott a néptáncórák olyan magas számban zajlottak, hogy ott tényleg reggel fölkeltünk, és délután befejeztük a néptáncot, és mentünk vissza a koliba. Én ott éreztem azt, hogy ez már több annál, mint hogy én most otthon a kis falusi együttesben mozgolódom. Tehát ez eleve elrendelés volt, ha úgy tetszik. Igen. És Áron, nálad? Nekem is ugye úgy indult, én azóta kicsit így pályát választottam, vagy változtattam, de tehát nekem van egy civil foglalkozásom, és amellett azért a néptánc megmaradt, de én is úgy indultam, hogy hát még hivatásos táncosnak is vagy próbálkoztunk menni, de aztán a Noéminek inkább a pedagógia vált be, én meg mellette egy teljesen másik szakmába érvényesülök most jelenleg, de a néptánc az mindig is egy törzse marad az életünknek szerintem, mert az összes kapcsolatunk minden elég sok barátság a néptánc miatt kötődött meg, és él a mai napig. Ráadásul ebben a Risztó-Botev általános iskolában közösen is dolgoztatok, úgyhogy ez... Nem, nem, ez a másik. Voltak közös munkáink, de a Botevban talán nem volt, nem? Volt? Hát valami műsort raktunk valami egyszer műsort össze. Azért, igen. Ja, igen. Amikor hivatást választottál, és azt mondtad, hogy néptáncpedagógus leszel, akkor voltak-e hátulütői, volt-e más gondolatod is? Hiszen tulajdonképpen utána már egy jószerivel az már nem lehetett ezen változtatni. Hát más gondolatom igazából annyi volt, hogy ha nem a néptánccal, akkor pedagógusként folytatnám a tanulmányaimat. Tehát, hogy mindenképp gyerekek közelében terveztem az életem. Az akkori néptánc tanárunk, aki tanított minket, ő néha ránk bízta a csoportokat egy-egy próba idejére, és akkor éreztem, hogy nekem ez az utam, én ezzel szeretnék foglalkozni. Tehát mindenképp szeretném, hogyha gyerekek között. Mi mindent lehetett megtanulni a felsőfokú szinten a néptáncról? Tehát mi volt az, ami átsegített a nehézségeken, és amit ma is használsz, figyelsz rá, oda teszed? Hát én nem is a tánc anyagokat emelném ki, mert ugye mindenki javarészt úgy érkezik az egyetemre, hogy tud néptáncolni, ismeri a táncanyagokat tájegységenként, stb., hanem inkább az a rengeteg játék és pedagógiai módszer, amit ott kaptam. Én úgy érzem, hogy ettől lettem több, és ezt nagyon köszönöm az egyetemnek, hogy ezekre így megtanított, és át tudtam venni. Kik voltak a mestereitek, azok a mestereitek, akikre ma is szívesen emlékeztek? Ez sok. Tehát emberi szempontból, illetve hát maga a néptáncot, aki olyan szinten tanította és segített benneteket, hogy eljutottatok egy ilyen magas szintre? Hát én már említettem a Ruscsák Szász Endre a nevét, tőle indult a néptáncos pályafutásom, vagy hát neki köszönhetem, hogy itt vagyok, ahol most. Illetve Fóton Balla Zoli tanár úr, akinek nagyon sokat köszönhetek, Pieskó Csilla, Sík Réka, Gyebnár László, ezek mind olyan nevek, akik a néptáncos életben kimagasló eredményeket értek el, és büszkék lehetünk rájuk, hogy vannak. Hát az egyetemen én Lévai Péter nevét emelném ki, ő nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Áron, nálad ki volt az, akit szívesen... Hát én így kezdetektől végig gondolva, ugye most a Noéminek a főnöke Nagy Marianna, én nála kezdtem el táncolni, illetve még a Bettinél,
Molnárné Bettinél. Molnárné Bettinél, de utána ugye szerencsénk volt, és hamar férfi tanár kezei alá kerültünk, és Hajdú Péter Veszprémben, aki ilyen pótapa is volt egy kicsit abban az időszakban, akkor utána Kovács Norbert Cimbi, aki Kiscsőszön tevékenykedik, illetve az országban mindenhol tevékenykedik, sőt a világon, de ugye Kiscsőszről ismerik a Cimbinek a nevét. Akkor én is megemlíteném a Balla Zoltánt, akkor itt Fehérváron a Molnár Gábor, de ő velem már Veszprémben is foglalkozott. Ki ne felejtsünk valaki. Kádár Ignác, bocsánat, ő is Veszprémben foglalkozott velünk. Hogy kerültetek Veszprémbe? Hiszen az már egy lépcső nyilvánvaló, ami a jövőt építette. Hát én Áronnal fóton ismerkedtem meg, amikor 5. harmadikos voltam, akkor ő odajött 2 év szakképzős képzésre, és mikor 5. éves lettem, akkor összesodort minket az élet, jó sokáig udvarolt nekem, és aztán úgy döntöttünk, hogy a távkapcsolatot annyira nem szeretnénk, ezért költözzek hozzájuk Nemesvámosra, és akkor így a szülők is beleegyeztek nyilván, és hát igazából 3 hónap nem ismerettség, de együttlét után oda költöztem hozzájuk. Tehát ez egy hatalmas pillanat volt. Igen. A jövőt tekintve is. Mindenki életében. Ez még akkor történt. Tehát bizonyos értelemben szerelem az első látásra, ugyanúgy, mint a néptáncon. Igen. Pontosan. Jó, és ennek én azt hiszem a mosolygós szemetek bizonyíték, hogy ez így van a mai napig is. Hogy kezdtetek el együtt dolgozni? Hát ugye jelentkeztünk egyetemre először együtt, és engem nem vettek föl, Áront fölvették. És akkor utána, hát hogy ide kerültem Veszprémbe, vagyis hogy oda, jött az ötlet, hogy akkor én is táncoljak abban az együttesben, ahol Áron akkor táncolt, a Veszprém Bakony Tánc Együttesben, és utána látták bennünk ezt az elhivatottságot, és hogy komolyan gondoljuk a néptáncot, és hogy a néptánc tényleg szerves része az életünknek, és tánckarvezetők lettünk a Veszprém Bakony Tánc Együttesben, igazából innen indul a közös utunk. Ugyanakkor ez egy rendkívüli felelősség, mármint vezető táncosként tulajdonképpen koreográfiákat megmutatni, és mivel a Bakony Tánc Együttes és egy neves tánc együttes, nyilván ott a nívóra is figyelni kell mindenképpen. Igen, tehát igen. Ez nem csak egy pusztán szabadidős foglalkozás. Igen. Igen. Voltak is nehézségeink, azt azért ezt be lehet vallani. Ugye mi is kezdők voltunk ebből a szempontból ott még akkor, és de szerencsére szóval olyan nagy gondok nem voltak, inkább belső nehézségeink voltak ezzel kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy megoldottuk, amit meg kellett oldani, és szép emlékekkel zártuk azt az időszakot. Közben még mellette azért voltak ilyen kis, úgy mondjam, ilyen maszek melóink a Noémival, ugye eljártunk meghívás alapján több helyre is tanítani, kisebb településekhez, stb. És az is egy szép pillanata volt szerintem, vagy még mindig az, mert még mindig meg tudnak hívni minket tanítani, szóval az is egy másik fajta, de ugyanúgy szép pillanatai ennek a közös munkának. Nagyon fontos, ha valaki így érez a hivatása iránt. Ugye tudjuk, hogy nem az arancs, nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát, ez a titka. Tehát ti is így vagytok ezzel. Beszéljünk felemelő pillanatokról. Mikor kaptatok először olyan megerősítést, lehet, hogy ez még jóval korábban volt, ami bizonyossá tette, hogy ez a jövőtök. És nem csak a jövőtök külön-külön, hanem a közös jövőtök. Tehát volt-e ilyen színpadi csoda? Én neked tudom, mi volt az első. Grétával a... Hát igen. Igen, én azt, amit már említettem az ifjúsági szólótánc versenyen, amikor indultunk a barátnőmmel, emlékszem, hogy Rába közé táncoltunk, és szanyban készült a viseletünk Grétának is, meg nekem is. És akkor ez egy hatalmas élmény volt mindkettőnk számára szerintem. Itt tényleg azt éreztük, hogy el kell hinnünk magunknak is, hogy tehetségesek vagyunk, és ezt nem szabad
félretenni? Áron? Nekem első ilyen megmérettetés, hát ahol jelentkeztem, Bakony Virágai szóló táncverseny volt, és akkor ott díja, nem is tudom, hogy ott hogy volt, már nem emlékszem pontosan, hogy díjazottak lettünk, vagy első helyezett, mindegy. Ez volt az első, és akkor utána szintén Bakony Virágai, amikor a Noémi már ide költözött Veszprémbe, akkor szintén elindultunk a Bakony Virágaira, akkor én csak kísértelek, úgy igen, tudom, ugye? És akkor az volt a közös első sikerünk, aztán pedig volt a 2017-ben a nemzetközi páros táncverseny, az azt hiszem, hogy ez felejthetetlen lehetett. Igen, arra nagyon készültünk, abban nagyon sok munkánk volt. Nem kaptunk díjat. Nem kaptunk díjat, de az tapasztalatban nagyon sokat hozzátett a korábbiakhoz. Miként választottatok koreográfiát magatoknak? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy valami elképesztően széles a tárháza a magyar néptáncnak. Ott abban az esetben? Úgy általában, de a nemzetközi páros táncversenyre külön kíváncsi lennék. Szerencsére ott ugye egy meghatározott anyag van, amit el kell táncolni, tehát ott nem mi választjuk ki, hanem ott konkrétan meg van határozva, hogy milyen tájegységből, milyen faluból kell táncolni. Szóval ott minden versenyzőnek ugyanazt azt a táncot kell táncolnia, és de azért is jelentkeztünk, mert abban az évben ugye kalotaszegi Türei volt az anyag, és az elég közel áll a Noémi szívéhez is, az én szívemhez is, szóval azt mondhatjuk, hogy egy ilyen közös kedvenc táncunk, és azért is jelentkeztünk erre a versenyre abban az évben, mert ugye az anyag az a szívünkhöz közel állt, ismertük, szerettünk vele még pluszba foglalkozni, úgyhogy azért is indultunk el ott. Ezen kívül, hogyha gondolkoznom kéne, nem is tudom, hogy mit emeljünk ki, azt mondja te, hogy még mi az, amit szeretünk. Mármint tánc. Igen, hát végtelen tárháza nyilvánvaló, de én azt gondolom, hogy azért mindig van, ami különösen kedves egy táncosnak. Igen, hát én a Veszprémben nagyon megszerettem az ecsedit, a nagy ecsedi táncokat, azt még úgy közelinek érzem. Illetve hát a mezőség, de sorolhatnánk ide még rengeteg táncot szerintem, mert minél jobban beleássa magát az ember egy anyagba, annál jobban felfedezi azokat a kis gyöngyszemeket, amik így igen, saját magára illenek, és kedvenc figurák, vagy motívumok, úgyhogy szerintem... Ami nekem nagyon... Tehát most, hogy itt vagyunk Fehérváron, ugye a Mezőföldön, nekem az a... Az egyik vágyam, hogy itt foglalkoztunk már mezőföldi anyaggal, de úgy teljesen áthatóan még nem. Mármint itt az együttesben. És én azt nagyon, nagyon szép táncnak tartom, és ugye a régebbi táncosoktól én mindig látom, hogy például egy táncházba fölállnak, és ami nem megszokott, hogy mezőföldi táncrendet húznak mondjuk egy táncházba, az itt megszokott, és nagyon jó, pont a múltkori táncvilágnapi műsorunk után volt egy ilyen kis összejövetel az együttesnek, ugye a színházi műsor után, amikor az átadó is megtörtént, és akkor a kis összejövetelen azt láttam, hogy egy fiatal kisfiú és az apukája, és még ott sok mindenki régi barátok együtt táncolnak mezőföldi táncrendre, Zsófiék húzták a muzsikát, és egyszerűen olyan szép látvány volt, maga a tánc is szép volt, de ez az egész közeg, ami ott kialakult, az nekem varázslatosnak tűnt, és nagyon, nagyon tetszett. Pesovár álló megvalósult. Igen. És ez nagyon jó. Mikor döntöttetek úgy, és miért döntöttetek úgy, hogy megmérettettek itt Fehérváron az Alberige Tánc Együttesnél? Hát most volt márciusban 4 éve, hogy átigazoltunk Fehérvárra. Szerintem mind a ketten éreztük, hogy több van ennél bennünk, és a tánckarvezetői szerep is szerintem már inkább nehézség volt, mint sem jól érzéssel. Tehát, hogy nem éreztük benne jól magunkat, és szerettünk volna váltani. Ugye Áron táncolt a Gábor kezei alatt, Molnár Gábor kezei alatt, és régebben is volt egy ilyen ötletünk, hogy Székesfehérváron próbálkozunk, és azért láttuk, hogy milyen munka folyik itt, hogy milyen az együttes háttérmunkája, és nekünk nagyon tetszett.
és szerettünk volna úgy táncolni, hogy tényleg kiteljesedjünk szakmailag mind a ketten, és emellett csak táncosként részt venni egy együttes életében. Tehát ez nyilván megerősítést jelentett mindenképpen, mert a befogadás, amennyire tudom, és ezt a szavazás is bizonyítja, az egyszerű volt. Mert igen, hogy a tehetségetek, elhivatottságotok okán nyilván gyorsan befogadtak benneteket. Ugyanakkor azért megmaradtak a gyökerekből, hiszen Veszprémben továbbra is dolgoztok, és ahogy nézem itt a népdal és néptánc a Pannon Egyetemen, tehát ez ilyen 2020-as történet, igen, igen, igen. És a Pannon Egyetem néptánc köréhez is hozzátartoztok. Viszont mennyire volt fontos számotokra, hogy az elmúlt időszakban szintet lépett, ha úgy tetszik, önálló színházi előadásokkal az Alberige Tánc Együttes. Gondolok itt a Novák Peti által koreografált darabra, akár most a verslábakra, hiszen ez mind-mind különleges esemény, ami egy kicsi plusz nyújt a népi kultúra kedvelőinek és a néptánc barátainak, mert ez nem egészen, ez már több, mint önmagában egy néptánc előadás. Ez mennyire vonzó számotokra? Én úgy gondolom, hogy táncanyagok tekintetében kevés olyan van, amit még nem tanultam, vagy nem táncoltam. Nekem ez azért, én azért szeretem, mert mindig van egy cél. Van egy műsor, amire készülünk, együtt vagyunk, felvesszük a viseletet. Tehát, hogy én szeretem ezt, amikor egy konkrét műsorra kell készülni, és abba tesszük bele az erőt. Ugyanakkor az is jó lenne, hogyha több táncanyaghoz is hozzányúlnánk, és tanulás szintjén sajátítanánk el, mert a korábbi években volt ilyen, most ugye csak a műsorokra álltunk rá, és ezeket csináljuk. Nekem a mesenép is nagyon tetszett, főleg, hogy kaptam is benne egy főszerepet, vagy egy mellékszerepet, nem is tudom, hogy mi lehetett az. Minden főszerep maradjunk ennyiben. Én nagyon szeretem a mesenépet, a verslábak is szerintem egy nagyon jó produkció, vagyis hát egy műsor lett. Élvezem mind a két részét az egésznek. Milyen jövőképetek van? Hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Itt vagytok életetek derekán, ahogy tetszik, rutinos, fantasztikus tehetségű pár, táncosként és emberként is. Milyen jövőkép vár rátok? Hát ezt elég nehéz megfogalmazni, illetve hát van jövőképünk persze természetesen, de ugye most már abban a korban vagyunk, hogy mi is szeretnénk saját gyereket, minden, és nem tudjuk, hogy szóval ezek a dolgok azért nagyban megváltoztatják szerintem az embernek a pályafutását, vagy ha jól fogalmazok, nem tudom, hogy érthető-e. Úgyhogy most elég nehéz helyzetben vagyunk, táncolni szeretünk, szeretnénk folytatni. Mondjál valamit. Ennek ellenére kerek a világ? Tessék. Kerek a világ? Kerek, igen, igen. Én is így gondolom, ahogy Áron, hogy most már azért szeretnénk mi is. 10 éve vagyunk együtt, ugye 3 éve leszünk házasok, és azért szeretnénk így haladni szépen lassan, tehát szeretnénk családot alapítani. De nyilván akkor se lenne, tehát nem szűnne meg a néptánccal a mi kapcsolatunk, mert ezt, ahogy az előbb is említettem, nem tud megszűnni. Szeretnénk azt, hogy már mi is a kisgyerekünkkel táncolhassunk, és hamarosan reméljük, hogy majd történjék így. Ki is alakul ez a dolog. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen tehetséges, és ha úgy tetszik, kiteljesedett pár kapta ezt az elismerést. Én is bízom benne, hogy a székesfehérváriak ahhoz hasonlóan, mint a múltban, továbbra is kitartanak az Alberige Tánc Együttes mellett, mert fantasztikus színfolt lesz. Augusztus 20-a ünnepén ugye azt tudjuk, hogy tradicionálisan a Tánc Együttes produkciója az egyik legfontosabb itt Székesfehérváron. Bocsánat, kifelejtettünk a mesterek. Ja, mesterek. Majoros Robi, hát. Így van. Nem is említettük meg, csak most közben beugrott. Majoros fivérek, igen, Molnár Gábor. Igen. Ja, bocsánat, hogy megtudom a szóval. Csoda csapat vagytok. Ez a lényeg, és fontos, hogy itt vagytok Székesfehérváron
magatoknak, nekünk, a néptánc, a népi kultúra barátainak. Úgyhogy én sok sikert kívánok a közeljövőben, és jöjjön a töpörtyű, mert utánpótlásra szükség van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük mi is a lehetőséget. Kedves nézőink, az év táncosai díj győztesei Vetsz Szerencsi Noém és Vetsz Áron volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.